Tulajdonképpen ez a Teleki kastély, ezt egy ősi birtok része a Teleki familiának, tehát ezt még igazából Teleki Mihály, Apafi Mihálynak a főembere, mondanám így, mert nem volt hivatalosan kinevezve, mint kancellár, ezt még ő szerezte. De magát a kastélyt építeni ott, odáig csak a Teleki Mihálynak egy Pál nevezetű unokája kezdte el az 1770-es évek közepén. Hát azért mégis egy elég régi kastély. Természetesen akkor csak egy ilyen udvarházat épített ez a Teleki Pál, és ez lett aztán tulajdonképpen kifejlesztve. De, mint ahogy minden kastélynál történt, leégett, újrakezdték mindent. Tehát tulajdonképpen voltak részeik, amik eredetileg régiek voltak, és amint igazából ezt egész jól lehet látni a kastély főépületenek a pincéjében, az egész, az mondjuk valószínűleg a legrégibb részeknek a maradványaiból lett csinálva. Most nem szabad elfelejteni azt, hogy mindent, amit mostan lehet látni a kastélyból, azok igazából a főépületen kívül azok mind melléképületek voltak, gazdasági épületek. Igen, tehát istállók, kocsiszínek, minden, és személyzeti lakások. Mondd, ahogy látszik, a kastély nem nagy, tehát nem volt egy nagy kastély, tehát mindez teljesen a konyhától elkezdve semmi sem volt a kastélyban, hanem minden a melléképületekben. Na mostan igazában ennek a kastélynak több érdekes lakója volt. Mondjuk volt Teleki Ferenc például, aki mondjuk az 1800-as évek elején élt, aki egy tudós nyelvújító volt, és tényleg Kazincival volt kapcsolatban például, és szóval egy ismert a magyar irodalomban, egy elismert, és amellett egy poéta is volt, tehát egy komoly munkásságot folytatott. Ez azt se kell elfelejteni, hogy ezek tulajdonképpen ez az ág, ez a telekieknek a katolikus ága. Ezt tudni kell, hogy ez úgy alakult ki, hogy az egyik teleki leszármazott, Teleki Mihálynak leszármazottja, mert hát a reformátusok voltak, ő Teleki János nevvel akart
funkciót elérni Bécsben, és mivel az máskülönben nem nagyon lehetett akkor Mária Terézia idejében, mint hogy az ember katolizált, hát ő katolizált, igen, és így megalapította a telekieknek a katolikuságát. Uh-huh. Az utolsó tulajdonosnak a szüleit és nagyszüleit említeném meg igazából. Tehát az, ő, az utolsó tulajdonos Teleki Ernő volt, akinek volt még négy testvére, Iker testvére Andor, és utána Erzsébet, Margit és Cecil. Ezek közül Margit fiatalon halt meg. Na mostan az ikreknek az élete nagyon érdekes, mert effektív, általában mind az ikrek nagyon közel voltak egymáshoz, de ugyanakkor az életük nagy részét egymástól távol élték le, és nagyon sokat leveleztek. A Securitatének az egész Teleki Ernő dosszáriában óriási mennyiségű levél van, azokat a leveleket, amiket ők váltottak, mert tudni kell, hogy hát a két háború között mind a ketten politikai és gazdasági szerepet töltöttek be. Például Teleki Ernő sokat élt Bukarestben, és egy ilyen félig meddig félhivatalos megbízatása volt a magyar kormány részéről, hogy próbálja egyengetni a különböző problémákat, de nem a fő hivatalosa mindegy követ, hanem ottan így ide-oda téve a dolgokat. Bine ați venit și mulțumesc frumos că ați venit la evenimentul ăsta la care deschidem oficial sezonul de toamnă, pe care o să mai facem și turul castelelor cu domnul Teleki. Viszont a testvére Andor, az teljesen a külkereskedelmi pályán volt, és ő nagyon sokat élt Párizsban, mert ő vezette ottan a magyar külkereskedelmi irodát Párizsban. Na most aztán jött a háború, és a háború végén Ernő továbbra is itt maradt Erdélyben, és végigcsinálta, mondanám, az arisztokrácia holokausztját, tehát ki volt telepítve, volt a Duna-deltában, utána ott még egy Möcsén nevezetű helyen még több évet kényszerlakhelyen, és utána került vissza Kolozsvárra, már nagyon betegen, és hát sajnos az utolsó éveit ő, mondhatnám, a szobájába töltötte, mert már egyáltalán nem tudott mozogni. Uh-huh. Míg viszont testvére Andor a háború után tehát kiment, és ott maradt Párizsban, és utána tehát Párizsban élt egy darabig, és utána kivándorolt Argentínába, és tulajdonképpen az életét Buenos Airesbe élte le. Köszönöm. Még érdekesség az, hogy természetesen az ikrek, vagy 25 vagy 30, már nem emlékszem pontosan, 25 vagy 30 évig nem találkoztak, mert a Andor csak a 70-es évek közepén tudott legelőször eljönni Erdélybe meglátogatni a testvérét, míg
Ernő természetesen soha nem tudta elhagyni az országot, tehát soha nem kapott útlevelet a kommunizmus alatt. Na most nekik a szüleik volt Teleki Ferenc és Bánfi Anna. Teleki Ferenc országgyűlési képviselő volt, és elég sokat foglalkozott a politikával, míg Bánfi Anna nagyon fiatalon meghalt. Tehát tulajdonképpen ezeket a gyerekeket, tehát a öt testvért, az anyai nagyszüleik, Bánfi Ernő és Eszterházi Cecil volt, akiknek a birtoka volt Kolozsborsán, amit éppen a véletlen hozta, hogy a tegnap látogattam meg. Tényleg? Borzasztó állapotok. Van itt egy pár képen Kolozsborsáról, hogy nézett ki, hát mostan borzasztó, el van most már hagyva, egy elmegyógyintézetnek volt egy része, amit most már elhagytak, építettek mellette egy új kórházat, meg mindent, csak még valami a mellék épületekben vannak még valami irodái a kórháznak, de borzasztó állapotban van ez a kastély. Tehát és Kolozsváron, a Farkas utcában, az úgynevezett Teleki palotában, ami eredetileg igazából egy Eszterházi palota volt, tehát az Eszterházi Ágnesnek a palotája. És tehát ezek a gyerekek igazából ez a két helyen főleg nőttek fel, és aztán persze, mikor az apjuk jelen volt, és ott volt, akkor Pazmoson voltak. Tehát nagy kötődésük volt Pazmoshoz. Teleki Ernő a két háború között sokat építkezett, sokat próbálta javítani, karbantartani, ami természetesen akkor sem volt egyszerű. Igen. Na most eljött aztán a kommunizmusnak az eleje, államosítva lett, és hát mondanám idézőjelben, ez a pehes kastélyok közé tartozik, mert benne lett, egy kollektívnek lett a székhelye, és hát azt ottan volt egy időben, hogy másra is használták, de tulajdonképpen főleg a kollektívnak volt. Egy időben még azt hiszem a könyvtár is ott működött, de szóval tulajdonképpen a kastély teljes mértékben le lett lakva, és akkor utána legalább, úgy mondanám, legalább 20 évig el volt teljesen hagyva. És hát ez az óriási szerencse, hogy a Besztercze-Naszód megyében nincs nagyon sok kastély, igen, és a Besztercze-Naszód megyei, az úgy tűnik nekem, én nem találkoztam vele soha, de az újságokban, amiket írnak, meg minden, hogy hát a megyei elnök egy szerelmese a kastélyoknak, és hát ezért nyertek egy pályázatot, és komoly munkával nagyon szépen átalakították. Én nagyon remélem, hogy fog is működni, és hogy, mert azért elég így, hogy mindent kialakítottak, és az összes melléképületet mind, mondanám idézőjelve, lakhatóvá tették, ez nagyon, nagyon érdekes és fontos dolog. Azt láttuk mi is, amikor ott voltunk, hogy tényleg minden részletre odafigyeltek, és ami nagyon fontos, ugye még láttunk sok kastélyfelújítást, de hogy ez szerencsére ízlésesen is volt megcsinálva. Tehát. Igen, azt lehet mondani, hogy jól van megcsinálva, aztán hogy lesz a berendezés, meg minden, az egy másik dolog, azt majd igen, meglátjuk, és hát nem tudom, reméljük, hogy ez is pozitívan fog alakulni. Igen. Hát ha. Hát. Itt közben előkészítettünk egy pár fotót is, konkrétabban inkább Kálmán készített elő, hogy ezeket megmutatjuk, hogy... Tehát ez az utolsó tulajdonos Teleki Ernőnek a nagyapja, Bánfi Ernő, és a nagyanyja, Eszterházi Ágnes. Igen, ezek igen, akkor itten van
Itt van Teleki Ferenc, egy ifjúkori képe. Igen. És itt van megint Teleki Ferenc a három lányával. És akkor itt még kiválasztottam, ez a két nagyobb lány, az Erzsébet és a Margit, a két nagyobb lány. Lehet látni még Kolozsvárt, hogy írták. Igen, igen. Remélem, hogy látszik az a felirat is. Ezt nem tudom, hogy mennyire fog látszani, ez 1905-ből az ikrek, tehát Andor és Ernő. Igen. Lehet látni, jó? Hát lehet, egyszer nagyon jó. És akkor ezeket nézzük. Igen. Hát itten van, ez a testvérpár nagyon szép emberek voltak, mert meg kell nézni. Igen. Nagyon szép emberek voltak. Csodálatos, hogy egyetlen nőnek se sikerült őket elkapni. Mindenféle nő ugye biztos voltak, de nem sikerült őket elkapni. És hát itten van Teleki Ernő, ott lehet, hogy írja is, hogy hányban egy ilyen egyiptomi kiránduláson. 1929. Na tessék, 1929-ben. És hát itten van Teleki Ernő, és itt is azt hiszem írja a hátlapján, hogy hol van, ez tulajdonképpen ez a kapu bejáratánál van. 1920 annyit ír, valamikor a 20-as években. 20-as években valamikor, hát a kastély bejáratánál. Igen. Ezt azok, akik most ott voltak, láthatják, hogy ugyanitt mentünk be mi is. Igen, hát igen. És ez még egy jó pofa, ez egy régi látkép. És ami még érdekessége annak, van nekem egy képem, egy festményem, amit Teleki Ralph, a családnak egy festő tagja festett, Pazmosról. Itt van ez a festmény, amit mondom, Teleki Ralph készített a 20-as években. Uh-huh. Tehát ezt kezdte építeni a kastélyt, és akkor igazában ennek a Mihálynak, ez a Mihály, volt, tehát így ment lefele, mind lefele, és akkor itten vannak ezek. Uh-huh. Itt van például Teleki Pál a miniszterelnök, és uh-huh. tulajdonképpen neki az apjának egyik testvérétől, tehát ez az Andor, és ez az a bizonyos Ferenc, uh-huh. és itten van az öt testvér, és ez volt tulajdonképpen az utolsó a tulajdonosa ennek a kastélynak, Teleki Ernő, aki soha nem hagyta el Erdvét, úgy értem a háború után, a második háború után, de például ez az Andor, ez Dél-Amerikában élt, uh-huh. tehát az Iker testvére, és nem találkoztak, hogy 35 évig. Ő fiatalon halt meg, és hát ez a Cecil, meg az Erzsébet az Münchenben, Degenfeldnél volt, és ez a Cecil Budapesten volt. Uh-huh. Akkor köszönöm szépen Kálmán az információkat igazán, és köszönjük a meghívást a kastély megnyitóra. Tényleg nagyon különleges és jó rendezvény volt. Igen, hát én nagyon sajnáltam, hogy nem tudtam elmenni, de hát mikor az emberek 40 éves házassági évfordulóját kell ünnepelni, és az egész család ott van, akkor igen. Nehezen lehetett volna azt mondani, hogy ja, most én már nem megyek. Most nem tudok eljönni. Feleségem megőrz volna, de tehát ezért... Igen.
Úgyhogy egyébként most nagyon jó érzés volt az is, ezt még röviden elmondanám, hogy ezt az egész történetet, ugye, akik járnak a kastélytúrákra, amiket szoktunk közösen Kálmánnal szervezni, hogy akik ott voltak, azok valószínűleg ezeket a történeteket már hallották, és tényleg nagyon jó érzés volt nekem ezt most úgy hallani, hogy ezeket már mind tudtam, de hát majd legközelebb remélem jövőben sikerül majd még ilyen kastélytúrát szervezni, és akkor majd mindenkit megint. Hát most ígérem, hogy megpróbálunk azért, mert én is élvezem, meg kell mondjam, én is élvezem, és hát mondom, tegnap megint meglátogattam a szomorúságokról, vagy 4 kastélyt, amik mind borzasztó állapotban voltak. Elég szomorú. Elég szomorú, de hát ez van, nehéz dolog. Igen. Köszönöm szépen még egyszer. Szívesen.